Kukkantsunk be a színfalak mögé, és nézzük meg, hogyan készült a hercegnő és a béka. Sziasztok! Ebben az épületben jelenleg is keményen dolgoznak azon, hogy elkészüljön a Disney új mesefilmje, a hercegnő és a béka. A munkálatokat a film rendezői vezetik, Ron Clements és John Musker. Szia, üdvözöllek! Sziasztok! Szia, Kersi! Akkor kezdjük a történetet a legelején. Hogy kezdődik a hercegnő és a béka? Az esthajnal csillag képével kezdődik, majd elénk tárul New Orleans varázslatos városa. Egymás után megismerhetjük a szereplőket. Elsőként a mesehősnőjét, Tianát, aki nem éppen romantikus alkat. Nem álmodozik a fehér lovon érkezik. Egyáltalán nem. Nem várhatod, hogy teljesüljön, amit a csillagtól kívánsz. Kérem! Meséljetek nekünk Navin hercegről. Nem hasonlít a korábbi Disney hercegekre, főképp azért, mert békává változik. Ezt a tökfilkót egy vudvarázsló békává változtatta. De a mocsárban új barátokra lelnek. Mesélnétek nekünk róluk is egy keveset. Elsőként Louis-szal találkoznak a Jazzenis aligátorral. Én is ember akarok lenni, hogy együtt zenélhessek a nagy kutyákkal. Majd találkoznak Ray-jel a Szent János fogárral. Bocsi. A negatív hős, Dr. Facilier. Nagyon megnyerő alak. Enchanté. Üdvözlöm Önöket. A nevem Dr. Facilier. Az ő ellentéte Odi mama, aki egy jóságos boszorka, aki egyébként 200 éves. Jó, jó! Egy kígyó a vakvezetője. Áruljátok el, miért éppen New Orleans-t választottátok a legújabb Disney rajzfilm színhelyéül? Mert rejtélyes és varázslatos város, és az itteni zene illik a filmünkhöz. A város szintén főszereplő a filmben. Megismerhetünk egy olyan helyet, ahová mindenki szívesen elmenne mulatni. Csodálatos, ugye? Köszönjük, hogy beavattatok minket a részletekbe. Nagyon érdekes volt. Hogy mi lesz a túrán következő állomása? Ha nézitek a Disney csatornát, megtudjátok.